Üdvözlök mindenkit, ebben a videóban ismételten ikarúzozni fogunk, ugyanis itt vagyunk egy 280-as buszba, Gáborral, aki ezt a buszt megvette, ugye? Igen. Mit kell róla amúgy tudni? Mi érdekel? Mikor évjárat? 1987-es. 87-es. Most volt a 33. születésnapja. Igen, mikor? Február 9-én, ma ugye. Tehát 87. február 9-én, most van 2020. február 12. Most múlt el 33 éves gyerekek ez a busz. És miért vetted meg? Ismét egy ülteménybe, megmentés céljából. Tapolcán találkozhattok vele. Ja igen, megyünk Tapolcára, május 9-én? Igen. Május 9-én, szóval igazából ezzel fogunk menni? Ezzel. Addigra kicsit rendbe vágjuk, és irány Tapolca. Izgulok, nagyon izgulok. Na nézzük meg, hogy is néz ki ez a busz. Sajnos a 2020-as Ikarusz találkozó a vírus miatt elmarad, és egyelőre nem is tervezik bepótolni, így előreláthatólag 2022-ben lesz megrendezve. De ki tudja, lehet, hogy Gábor addig vesz még egy pár buszt. Viszont én sem jöttem üres kézzel, Gábor barátom, ezt neked adom a buszodra. Igen. Fel tudod használni. Nézd meg nyugodtan, hogy mi ez. Ikarusz 0-tól 24-ig. Gépjármű. Behajtási engedély a Mátyásföldi Ikarusz gyárba. Sokan nem tudják, hogy nem szabad kannásbort felhozni, nem szabad a vezetőre rálehelni, és nem szabad hajtogatni ilyen béka alakú izét sem. Mert mindenképpen figyelnünk kell az utazás során. 32 műszerfali dugasz alj, az nem tudom miért, nem is kell. Na és amíg szerelnek a többiek, megmutatom, így néz ki belülről a busz. Ugye csuklós busz, 280-as, az igazi retro 280-as Ikarusz. És itt a tájékoztató gyerekek, mi szerint, aha. Január 1-től ez már ugye nem közlekedett. Veszprém december 7. Ugye itt voltunk tavaly 19 januárjában, január végén, amikor ugye az Ikaruszokat kivonták innen. Akkor még meg is mutattuk, itt fent meg lehet nézni a videót, többiek még szerelgetnek addig. Nem emlékszem, hogy ezen voltunk-e pont, vagy melyiken voltunk-e. Ez is ugyanaz, tehát január 1-től ez kb. Egy éve állt ide letéve, és most próbálkozunk ugye a beindításával, illetve most még a féklámpa, ami nem működik. Ezen ügyködnek a többiek. Olyan gyorsan elindult a busz, hogy igazából időm sem volt rá, hogy felvegyük. Ötszre indult, gyerekek. Halljátok ezt az igazi Ikarusz hangot, ez zene. Minden Ikarusz rajongó fülének. Nézzük meg a hangot, hogy milyen kívülről. Gyönyörű szépen dúluzsol, gyerekek! Ez nem volt olyan nehéz beindítani, mint a múltkor itt, 3 éve. Na és így néz ki, amikor pöfög, gyerekek. És látjátok, kinn is van. A ragasztvány. Be is tudunk menni a gyárba, gyerekek, 0-tól 24-ig. Az egész jó szerintem. Na? Na? Ah, oké. Okay. Valami beakadt. Perfect. Na szóval így néz ki a buszod, ugye ami a műszerfala ugyanolyan hasonlít az előzőhöz, a sárgához, a 260-ashoz? Ugyanolyan, mint a sárgáé. És ugyanúgy ez... prágaváltós. Prágaváltós, igen. De ugye az a lényeg, hogy szerintem az országban ez volt az utolsó prágaváltós csuklós, ami ment forgalomba. A legtovábbi
ideig. 2019, meddig ment az? 2019... január 31. Igen, aha. Hát kíváncsi leszek. Izgulsz? Szerinted kibírja az utat? Kibírja az utat. És amúgy mennyi van bent? Hát... 795.199. Az az igazság, ez nem az eredeti órája, mert ezt a volán kivette belőle, ezt én raktam bele. Ja, több van, vagy kevesebb szerinted? Biztos, hogy több. Ha. Azért ez már 33 éves, már párszor szerintem átfordult. Ilyen millió körül megvan? Biztos. Biztos. Kíváncsi leszek, basszus. Levegővel megvan a 8 légkör, igen. És miért pont a 23-as számot választottad? Hát mert Rátóton keresztül megyünk, és ugye a 23-as járat jár, piros 23-as, nem állunk meg sehol. De nem állunk meg? Nem. Jó, akkor lassan indulunk, vagy mi lesz? Igen, ja. Igen. A papírokat elintézik. Most már folyamatban vannak a papírok, csak intézkedni kell. Még tankolunk egyet, na? Aztán irány. Éppen szerelik fel a próbarendszámot. Mint látjátok, elindultunk, gyerekek. Úton vagyunk kifele a volán telepről, és irány akkor Eplény. Bye bye volán telep, bye bye. Mi lesz a neoplánokkal? Aki akarja, megveheti. Honnan hoztuk ki? A többi Ikarusz, aha. De minden kell, mindent elviszik. A sárgát is? Aha. Az de gyönyörűen néz ki, baszke. Mindenféleképpen ki akartuk kerülni, hogy ne kerüljön a busz lefotózásra. Gábor ezt mondta, jobb a békesség. Most egy ilyen mellékutam fogunk elmenni. Üdvözlünk, Eplény! Ez a nem vének való vidék, nem? Szerintem így sem jött még ilyen busz erre fel. Más az életében. Csuklós. Itt lesz a magyar, nem? Ott lesz a magyar, az éles magyar. Az igen. Ez kívülről jól néz neki. Azt a rovat. Ezt be tudjuk venni? Ezt hogyan? Semmi. Azt a rovat! Nem kívánt neked, de... Ezt még egyszer visszafele is. Tudatba is megy. Sütani egy gyorsan? Tudom, hogy ide. Na, itt lesz ebben a parkolóban valahol? Valahol hátul, nem? Kíváncsi leszek. Csókolom. Na, ilyet még nem látott a világ. Megjöttünk, gyerekek. Most egyelőre megkeressük a végső parkolóját. Egyébként a rossz füstje sem volt ott. Ja. Még jöttem előtte. Fasza. Ott
van a stempel korozában. A felfele is? Aha. Na zsír. Hát, felfele nem, igen, igen, igen. Hát figyelj, hogyha nézted, mi voltunk elől? Igen. Mi voltunk az elsők. Mi azért az, a sor elején, az biztos. Azért az nem utolsó dolog. Ahhoz képest, hogy 80 valami. 87-es. Azért ezzel is meg kell tanulni tolatni, basszus, nem egyszerű. Ugye, mert te utánfutóval tolattál. Csak kicsit nagyobb. Három utánfutóval. Szépen teszi-veszi, basszus. Gyönyörű. Hű, de jó. Aha. Akkor ez lesz a helye. Hát itt nem fog zavarni senkit, úgy látom. Szóval akkor ez lesz a busz ideiglenes helye, ugyanis elméletileg, hogyha minden jól megy, akkor lehet látni a buszt is, meg minket is. Mikor? Május 9. Május 9-én Tapolcán? Igen. Hát akkor ott találkozunk. Cső. Sziasztok.